Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás szeptember 26-áig. A sarok kártyáknak mindig van egy fontos jelentése, különösen az első kártyának. És itt látható a csillagkép, és ez a hölgy csodálja ezt. Ez jelenti az égi hatalmat, spirituális dolgokat. Azon kívül a csillagok szerencsét hoznak. Különösen, ami az otthonodat illeti, vagy ami a szerelmet illeti, és itt lesz egy jó hír is. Amit a csillagképek még mutatnak, a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni. A következő sarokkártya itt ez a fa. Te szeretnél legyökerezni, különösen ami a szerelmet illeti, hiszen a szerelem istennője átnyújtja most ezt a lobogó szívet. De amit ez a fa még mutat, az a türelem, hiszen egy fa lassan növekedik, de gyümölcsöt hoz. Ami még fontos, itt az ártatlanság. Erre utal a lilium is. Itt valami tisztázódik körülötted, különösen ami a szerelmet illeti, vagy a családot, a gyermekeket. A következő sarokkártya itt ez a kasza. Ahol a kasza megjelenik, ott minden olyan gyorsan történik, vagy lesz egy meglepetés, amire nem számítottál, és ez a baráti körben, a nyilvánosságon. Vagy kint a nyilvánosságon találkozol barátokkal, és itt lesznek beszélgetések. Amit a kasza még jelent, elvág valamit. Itt a torony utal hivatalos dolgokra, vagy egy bírósági ügyre. De ez lezárul, hiszen a kasza eltávolítja ezt. Itt a bíróság és a kasza utalhat válásra is. Vagy nálad, vagy nála. Amit még ez a torony jelent, mint egy labirintus, amikor fogva érzed magad, mert félelmek vannak, bizonytalanságok, itt megjelenik a hold is, és a hold utal érzelmekre, tehát itt lehetnek félelmek, de szerencsére a kasza ezt eltávolítja. És meg lesz a világosság, az életerő, a siker. A következő sarok képen látható ez a kislány. És ez a kislány átnyújt számodra valamit, hiszen a kezében van a 4 levelű lóhere. És a kislány mellett, a szerencse mellett megjelennek a halak, és azok utalnak anyagiakra. Ez lehet egy nyeremény is. Amit a halak még jelentenek, a belső értékek. Tehát te értékes vagy számára. Ezt ő közli veled, hiszen itt megjelennek a madarak, és utalnak kommunikációra. Ez lesz egy kellemes meglepetés, egy örömhír, erre utal ez a virágcsokor. És ez tőle jön, mert ez a férfi a te lelki társad. Amit a virágcsokor még jelenthet, egy ajándék, egy kellemes meglepetés. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a kártyán. Fölötted nincs kép, pedig az lenne a te gondolatod. És ez azt jelenti most ennél a kivetésnél, te nem engeded azt meg,
hogy mások olvassanak a te gondolataidban. Te titokzatos vagy. Nem csak ez a hely utal erre, hanem a könyvek is, hiszen jelentik a zárkózottságot, a titkokat. A lelki társad itt látható a képen, és a fölötte lévő kártyák utalnak az ő gondolataira és terveire. Ő szeretne valamit megváltoztatni, de a könyvek zárva vannak, tehát ő nem beszél nyíltan a terveiről. Holott itt lesz mozgás, erre utal ez a kártya. Ez lehet autó vagy sport is, de jelenthet egy másik férfit, aki közeledik hozzád, és itt lesz egy hír tőle. És a lelki társad fél attól, hogy ez a férfi megjelenik, és elveszít téged. Tehát ő most féltékeny, de mivel a könyvek utalnak a zárkózottságára, erről ő nem beszél. Amit a könyvek még jelenthetnek, a tudás, a tanulás, továbbképzés, és itt előre mennek a dolgok, utal ez a lovas férfi erre. És itt lesz egy fontos döntés, hiszen megjelenik felette ez a kereszt. Ez utalhat vallási témákra, spirituális dolgokra, de a sors útra is. Amikor ő elérkezik a sors útján, ehhez a kereszteződéshez, és átgondol mindent, hogyan tovább, melyik irányba, milyen döntéseket kellene hozni, és itt tanul valamit. Itt megjelenik ez a hajó, ami utal külföldre, külföldi kapcsolatokra, az lehet a tanulást illetően egy idegen nyelv tanulása is. Ami számára még fontos, és a sors útja oda vezet, itt ez a park, ami szimbolizálja a nyilvánosságot. Ő nagyon szeretné azt, ha mások észrevennék őt, és megkapná az elismerést. Ami a baráti kört illeti, itt van a nyilvánosság, a beszélgetések, és ez szerencsét hoz, ez kellemes. A hajó itt utal utazásokra, külföldi kapcsolatokra, itt változik valami, sőt az is lehet, hogy egy ingatlan vásárlása lesz külföldön. A jövő hét szerencsét hoz, különösen, ami az otthonodat, a szerelmet és ezt a hírt illeti. Lesznek változások, a hajó jelenti a reményt is. Itt látható a nyilvánosság, és mindketten megkapjátok az elismerést. Lehet egy nyeremény, hiszen az anyagiak nagyon jól láthatóak itt a képen. Ez a kislány, ez a 4 levelű lóhere szerencsét hoz az anyagiak területén. Itt lesz egy jó hír, vagy egy előnyös szerződés. A szerelem istennője átnyújtja ezt a lobogó szívet. Ez az ő gondolata, és ő tervez valamit, de még zárkózott. Az is lehet, hogy vár arra, hogy te írd meg ezt a szerelmes levelet. De itt megjelenik egy másik férfi is, erre is számíthatsz, hogy kapsz egy hírt. Itt lesznek sorsdöntő változások, kapcsolatok, beszélgetések a baráti kört illetően is. Az is előfordulhat, hogy ez a férfi egy jó barát, de itt megvannak az érzelmek is. Egy vágy, egy remény vagy egy álom beteljesülhet, hiszen itt a 4 levelű lóhere szerencsét hoz. Itt lesz gyógyulás, egy gyógyító erő, itt kitisztul valami, és meg lesz ez a fiatalos életerő, kisugárzás.
ez a fiatalos fellépés és a mozgás. A gyermekek is szerencsét hoznak. Amit ez a fa még jelent, egy stabil párkapcsolat. Kihat a szerelmi élet területére, kihat rád személyesen. Ami a lelki társadat illeti, ő tervez valamit, itt lesz egy kellemes meglepetés. És bizonyos dolgok, ami téged fogva tartott, vagy egy hivatalos ügy, egy bírósági ügy, ez most le lesz zárva, hiszen ez a kasza ezt eltávolítja. És én kívánok neked egy szép hetet, nagyon sok szeretettel, Dendera!